Több ezer bringás indult útnak 2023-ban is Nyíregyházáról Tokaj felé a Bringa Piknik keretein belül. Idősebbek, fiatalok, túrázók, de még egy mozgássérült kisfiú is teljesítette a közel 35 kilométeres távot. Bátran indulhat bárki, hiszen folyamatos a mozgó orvosi felügyelet, és felmatricázott szervizbuszt is biztosítanak a szervezők. Idén is így lesz ez a 7. Bringa Pikniken, amelyet először 2018-ban szerveztek meg több céllal. Az egészséges élet, a kerékpározás szeretete, a kerékpára nevelés a fiataloknak. Nagyon fontos, hogy ne csak a tévé előtt üljenek az emberek, hanem közlekedjenek, egészségesen közlekedjenek, és egy fantasztikus túrán vegyenek részt, ami teljesen ingyenes, kint vannak a szabadban, és egy nagyon kellemes napot töltenek el velünk. A rendezvény minden évben Nyíregyházán a Kossuth téren kezdődik, 8 órától már színpadi programok várják a gyülekezőket. A rajt pedig a nagyposta előtt lesz idén 9 óra 37 perckor, ahonnan a Sirály utcáig rendőri felvezetéssel közúton haladnak a bringások. A hétköznapokban azonban közel 100 belvárosi kilométer áll a rendelkezésükre. Nyíregyházán most már 80 kilométeres kerékpárút hálózaton, és ebben nincs benne a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút, mert az önmagában, hát ha katalanig számolom a városházától, az 35 kilométer. És ez nagyon sikeres fejlesztés volt. Annak idején furcsálották, hogy én a Modern Városi Program első pontjával a Nyíregyházról kezdtettem, a Nyíregyháza Tokaj közti kerékpárút, amikor a 30 valány kilométerből néhány kilométer csak a nyíregyházi közékhatár. De én rendszeresen járok ezen az útvonalon, biciklizek, és látom, hogy mennyien használják. A Bringa Pikniken tavaly közel 3000-en értek be Tokajba, a Fesztivál Katlanba. Idén is ez a célállomás, ahol különböző pihentető programok várják a bringásokat. Tokajnak ez a rendezvény turisztikai szempontból is fontos. Maga a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút az pedig elsősorban a turizmus szolgálja, és hozzá kell tenni azt, hogy a Tokajban érkező szálló vendégek, akik azért most már egy 5 és egy 4 csillagos szállodába is tudnak érkezni, kerékpárral érkeznek, pont azért, mert tudják, hogy egy fejlettebb infrastruktúra van a környékben, és előszeretettel használják ezt a kerékpáros infrastruktúrát. Szerintem ez egy fantasztikus dolog, és még szerintem óriási lehetőségek vannak abban, hogy tovább lehessen bővíteni majd ezeket a kerékpárutakat. Pont az Zemplénben, ahol olyan gyönyörű hegyes, dimbes dobos tájakon is lehet közlekedni, ugyanígy egy házatokkal egy egyenes szakasz. Van, aki azon túlmenő, hogy egy nap legyőzi ezt a szakasz, utána pedig arra vágyik, hogy egy dimbes dombos szakaszokon is megmérettesse magát. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, és a turizmusban is még nagy lehetőségek vannak. Pont amiatt, mert egyre többen használják a kerékpárt, és mivel egyre több infrastruktúrális fejlesztés van a térségben, ezért szerintem ez egyre több embert fog majd ide vonzani. Ezt akár közvetlenül a Bringa Piknik után is kipróbálhatják azok, akikben még maradt erő. Idén először rendezik meg a hegykerülőt. A Tokaji Fesztivál Katlanból 13 óra 30 perckor indulva Bodrog keresztúron és Tarcalon átvezet a bringások útja vissza a Katlanba. Mindez a 7. Bringa Piknik után 2024. május 25-én.